Sziasztok! A mostani alkalommal a szumma használatával fogunk megismerkedni, ami igazából ugye a görög nagy szigma betű, csak akivel eddig találkoztam, mindenki szummának mondja. Ugye gondolom onnan, hogy a szummázásnak nevezzük, amikor össze akarunk adni dolgokat. Ugye ez a függvény, ez erre szolgál, hogy össze lehet vele adni olyan függvényeket, olyan kifejezéseket, amiket valamilyen szabály szerint könnyedén lehet képezni, ezt úgy kell érteni, hogy van egy futó változó, ami különböző értékeket vehet föl, vagy kezdőértéktől egyessével egy végértékig, és ezekhez az értékekhez ki lehet számolni egy függvénynek, vagy egy sorozat tagjainak az értékét, és ezeket össze lehet ezzel adni. Nézzük meg, hogy hogyan működik, hogyan lehet használni. Hogyha a régebbi videókat megnéztétek, ott találkoztatok azzal, hogy a számológépnek vannak különböző beviteli módjai, ugye négy van neki összesen, és ezek két csoportban vannak osztva, ugye van az a beviteli mód, amikor úgy visszik be az adatokat, amikor úgy néznek ki, mintha egy matek könyvben lennének kinyomtatva, vagy mondjuk ahogy a füzetbe leírod, és van ez a sorbe adatbeviteli mód, az pedig olyan, mint amikor egy sorba összesűrítve írjuk le azt a kifejezést, amit egyébként a matek bevitelnél ilyen szép formába írtunk volna, megnézzük mind a két esetet, és rögtön lehet érteni, hogy hogyan működik. Elsőnek azt nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a két beviteli módot kiválasztani. Ezeket a shift setup-ban lehet elérni, és azon belül is az egyes, tehát a bevitel kiírás, menüponton belül lehet megtalálni mind a négyet. Ugye ez két csoportra van osztva, az egyes és a kettes az a matek bevitel, tehát az úgy fog kinézni, hogy mintha matek könyvben néz neki, mintha onnan szedtük volna a képleteket, a hármas, négyes pedig az, amikor sor folytonosan írjuk, és nem pedig ilyen ö, szép formátumban. Mind a két üzemmódban használható ez az összegzés. Én a kettest fogom választani, ugye azt már régebben mondtam, hogy ez a decimális ki, tehát egy számot fogunk kapni eredményképpen, akkor is, hogyha az mondjuk gyökös kifejezést tartalmaz, vagy mondjuk a pi-nek a többszörösét, akkor nem úgy fogja kielezni a számológépünk, hogy mondjuk gyök 2 per 2, hanem azt fogja írni, hogy 0,700 akármennyi. vagy nem azt írja ki, hogy mondjuk 2 pi, hanem azt, hogy 6,28 és így tovább. Válasszuk ki a kettest, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ebben az esetben beírni ezt az összegzést, tehát ezt a, ezt a nagy szigmát. Én is szummázást fogok mondani, sokkal könnyebb. Az X fölött van sárgával, az azt jelenti, hogy a shiftet kell megnyomnunk, és rögtön meg is jelenik, ugye így néz ki egy ilyen kis sablont, mutat nekünk a számológép, és ott villog a kurzor, ugye ezt is megbeszéltük már régebb, régebben az első videóban ráadásul, hogy a besötétített téglalapoknál, ugye hát esetleg a befehérített téglalapoknál, ott fog villogni a kurzor, azt kell először beírni. Ide fog bekerülni az a kifejezés, amit a futó változóval, ami mindig, a, mindig X ezen a számológépen, tehát nem lehet mással jelölni, tehát mindig az X, annak valamilyen függvénye, vagy azzal képezett valamilyen kifejezés kell ideírni. Én első feladatnak azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha megcsinálnánk azt a klasszikus Gauss-történetet, hogy össze kell adnunk a számokat 1-100-ig. Tehát annyi a feladatunk, hogy ide az a futó változónkat akarjuk léptetni, majd 1-100-ig, és ennek az értékét kell összeadogatni. Tehát ide egyszerűen az X-et kell írnunk. Hogyha megnyomjuk a jobbra gombot, akkor megadhatjuk a futó kezdő értékét, ugye egytől fogunk indulni, és a végérték, ha megint megnyomjuk a jobbra gombot, akkor beírhatjuk, hogy 100. Ha megnyomjuk az egyenlősség gombot, akkor igen gyorsan kiszámítja nekünk a számológép, hogy az, ezeknek a számoknak az összeg az 5050. Ugye ez Gauss is ugyanígy csinálta, csak neki nem volt számológépe tehát neki más kellett kitalálnia. A történelmi hűség kedvéért el lehet mondani, hogy ő észrevette azt, hogyha párbálítjuk a számokat, tehát egytől százig a számokat leírjuk, és aláírjuk fordított sorrendbe, és összeadjuk az egymás fölött lévőket, akkor az összeg az mindig 101 legyen legyenlő, és ebből ugye azon a csíkon száz darab volt, de ugye így mindegyik kettőször szerepel, ezért el kell osztani kettővel, és így kapjuk meg az 5050-et, vagy hogyha valakinek úgy tetszik, úgy is meg lehet ezt kapni, hogy a 101-szer az 50 darab pár, hogyha mondjuk egy csíkra írjuk fel a számokat, és középen összehajtjuk, akkor is megkapjuk az 50 szám párt, és ezeknek mindegyiknek az összege az ugye 101 el egyenlő, ez van 50-nel beszorozva, tehát ezért 5050 a számok összege 1 100 -ig. Na most hogy néz ki ugyanez, hogyha a sorbe módot választjuk, Shift Setup 1-es, és ezen belül akkor válaszuk a 4-est. Ugye itt lehet látni, hogy kisebb karakterrel fog megjelenni ebben a beviteli módban minden bevitt adat, és itt pedig lehet látni azt, hogy milyen a szintaktika, tehát hogy hogyan kell ebben az esetben bevinni, ugye, mert most ebben az esetben nem súg nekünk a számológép, nem mondja azt, hogy most az FX-et kell beírni, most az alsó határt kell beírni, ahonnan indulunk, és a fölsőt, hanem itt egyszerűen meg kell jegyeznünk azt, hogy mi a sorrendit egy kicsit ránagyítok. Tehát először a függvényt kell beírni, aztán egy pontos veszélyvel el kell választani, az alsó értéktől, ahonnan indulunk, tehát a kiindulási értéktől, és a végértéket megint egy pontos veszély után kell beírni. Tehát esetünkben ugye az x az az fx-ünk, teszünk egy pontos veszőt, ez a záró, záró van rajta, egytől indulunk, pontos vesző, és elmegyünk. Százig zárójelet bezárhatjuk, ha akarjuk, ugye nem fontos, és ugyanezt az eredményt kapjuk meg, csak minden kijelzés az kisebb. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor én most vissza fogom állítani a kijelzést, egyes, azon belül a kettesre, tehát ezt fogjuk majd használni. Míg ide annyit lehet esetleg csinálni, hogy jól lehessen látni. Tehát ez a beviteli mód az ugye itt van, és ez a beviteli mód ez pedig itt van. Az eredmény természetesen ugyanaz. És ugye ezzel ezt a feladatot meg is oldottuk, meg ezt a feladatot is megoldottuk, ezt ide kellett volna rakni mindegy. Na most akkor jöjjön valami kicsit bonyolultabb, és szeretném azt is megmutatni, hogy hogyan lehet ezt egy másik üzemmódban is használni. Ugye ez is, mint minden függvény a számológépnek, használható más üzemmódban, konkrétan a számoló táblán belül is használható. Most csináljuk azt, legyen az a feladat, hogy az e számot, az ugye itt el van rejtve egy konstans, a szor 10 az x-ediken, tehát ahol a kitevőt lehet beírni, azon a gombon van elrejtve pirossal, az azt jelenti, hogy az alfa megnyomása után lehet hozzáférni. Ugye ez a természetes logaritmusnak az alapszáma, és az legyen az a feladat, hogy ezt kell előállítanunk, ezt a számot. Ezt hogyan lehet megtenni? Hát nagyon sokféle módszert kitalálhatunk rá, de mondjuk én arra gondoltam, hogy ha már úgyis ezzel a szummázással foglalkozunk, csináljuk azt, hogy télor sorral fogjuk közelíteni az IADX függvényt, és ebben az esetben ugye az IADX függvényt kell kiszámolni az X egyenlő egy helyen, és ezt fogja nekünk megadni, tehát ez itt az elmélet, amit most amiről beszélek, ezt fogjuk csinálni. Az IAD egy függvény értéket kell kiszámítanunk, amihez az IADX függvénynek a télor sorát kell felírnunk, és ezt valahány tagig össze kell adni. Az IADX-nek úgy néz ki a télor hogy a kitevőben lévő számnak kell az éppen aktuális, ahol jár a futóindexünk, itt ennél van jelölve, annyi adik hatványon is el van osztva ugyanúgy a futóindexnek a faktoriálisával, és ez össze van adva n egyenlő nullától a végtelenig. Na most, ugye ez egy ezt már előre elárulom, ez egy jól konvergáló sor, és arra vagyok kíváncsi, hogy vajon meddig kell elmennünk ahhoz, hogy egy arott hibával fogjuk, tudjuk közelíteni ezt a függvényt, ezt az, e, az elsőn értéket, és legyen ez a hiba mondjuk egy 1 százott százalék, az már egy elég jó értéknek számít, ugye, hogyha ezt itt beszorzom, az E értékét ugye a 0,01 százalékkal, Nézzük meg mennyi. Az ugye kb. 3x 10-4-en, tehát hogyha itt az E szorozva 0,01%-kal az körülbelül 3x 4 az azt jelenti, ugye tudjuk, hogy mennyi az értéke, az 2,71828. 28 Tehát az azt jelenti, hogy a 2,718 28, akkor ide írnám ugye a 3 és plusz minusz 0,0003, 0, ez ezt jelenti. Tehát mondjuk azt, hogy 5 értékes egyre akarom előállítani. Az a kérdés, ehhez olyan hány tagot kell összeadni, ezt fogjuk megnézni. Tehát a kérdés ebben a feladatban az lesz, hogy hány tagot kell összeadni. Ehhez használjuk a számolótáblát. Azért jó a számolótáblát használni, mert így szépen fel tudjuk építeni, hogy hogyan fogunk egyre pontosabb és pontosabb elértékeket kapni. Az első oszlopba, az A oszlopba fogom rakni az indexet, az lesz a futóváltozónk, az fog ide bekerülni. Ugye elő kell állítani magát ezt a télorsornak az elemeit, az fog bekerülni a B-oszlopba, tehát ez megy a B-oszlopba. Utána nézzük meg a C-oszlopban azt, hogy vajon mekkora hibával közelítettük eddig az E értékét, és csak azért, hogy meg tudjuk vizsgálni, hogy valóban százalékosan mekkora ez a hiba, számítsuk ki a hibának a százalékos értékét, tehát egy relatív hibát számoljunk ki, ugye itt ebben az esetben az E az a pontos érték, és az előzőleg kiszámított különbséget kell elosztanunk az E értékével, és beszorozni százzal. No, az a kérdés, hogy mennyi lesz ez az A, tehát hány sorra legyen ennek a számoló táblának? Tehát itt a kérdés az ugyanaz maradt, hogy vajon az A az mennyi. Én azt javaslom, ugye itt föl is írtam, hogy próbálgatással meg lehetne keresni azt az értéket, hogy körülbelül hány sorra, hány sorra, lesz majd szükségünk. Tehát állítsuk elő ezt, és utána megnézzük, hogy hogyan lehet ezt számoló táblában is előállítani. Sőt, hogy gyorsabb legyen, először csak írjuk föl ezt a télorsort. sort. Hát azt kell csinálnunk, hogy az, ugye az x az n-ediken, az x esetünkben az egyen egyenlő, tehát egynek bármelyik hatványa egyen egyenlő, ezért az 1 per x faktoriálist kell itt előállítanunk, ezt kell majd összeadnunk, 1 per x-nek a faktoriálisa. A nullától fogunk indulni, és valamilyen a értékig akarunk elmenni, és ezt kell kiszámítanunk. Ugye az x értékét azt nem kell megadnunk, mert az egy futóváltozó, az majd automatikusan, miközben a számítást végzi a számológép, el fogja azt végezni, hogy nullától indítja, és az A értékig el fog vele futni. Tehát lényegében ez, ez egy olyan dolog, amivel nem is kell foglalkoznunk, ez egy belső ügye a számológépnek, miközben csinálja ezt a számítást. Hát mondjuk válasszuk első értéknek mondjuk a négyet, az azt jelenti, hogy öt tagot adunk össze, ugye a nullát, az egyet, a kettőt, a hármat és a négyet. Nézzük meg, mennyire lesz pontos. Ez 2,708 ezred, tehát 7,083. A 2,7183-hoz képes pont egy századdal kevesebb, tehát ugye ez ennek a tagnak mindegyik eleme pozitív érték, egyre kisebb nullához tartó pozitív értékekről van szó, tehát mindig, mindig, alulról fogjuk majd közelíteni az E értékét. Ugye lehet látni azt, hogy ez a kért vagy kíván pontossághoz a négy még nem elegendő. Próbáljuk meg mondjuk a, mondjuk a tízet, tehát tíz tagot adjunk össze, akkor nézzük meg, ha kilencet választunk. 2,7, 18, 28, ez már viszont még annál is több, tehát a 10 tag az valószínűleg sok lesz. Mondjuk próbáljuk meg a 8 tagot. 2,7, 1825, 25. ez mondjuk már olyan jónak tűnik, ugye? Elképzelhető, hogy ennél kevesebb is elegendő, mondjuk, hogyha 6-ot írunk be. 2,7, lenne, az viszont már kevés. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az a egyenlő 6 az kevés, tehát ez 7 tag az kevés, és akkor 8 tag az viszont már elegendő lesz. Ugye majd itt is úgy fogjuk indítani, ebben a táblázatban az első elem az a nulla lesz, aztán az 1, aztán a 2, és így tovább. Tehát el kell menni majd itt az a egyenlő 6-ig. Akkor ezt csináljuk meg gyorsan. Ugye a menün belül kell kiválasztani a 8-ast, az a számolótábla, és akkor itt fel is építhetjük rögtön 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és azért biztos, ami biztos írjuk be a 7 is. Ugye a B oszlopban fogjuk előállítani a, az összegzéseket, tehát ide azt kell mondanunk, hogy ez legyen egyenlő az összege, és ebben az esetben is sor folytonosan kell beírnunk mindent. Tehát ugye 1 per x faktoriálist kell ide beírnunk, 1 per x-nek a faktoriálisa. Ugye a függvény az mindig olyan kell, hogy legyen, ami csak az x-et mint változót tartalmazhatja, mint futóváltozó, ez az összes többi változó szerepelhet benne, de mindig az x értékét fogja változtatni. Ide kell tennünk egy pontos veszőt, Onnan indulunk, ugye nullától indulunk. És meddig megyünk? Addig megyünk, amennyi az A1-es cellában lévő érték. Tehát ide azt mondjuk, hogy az alfa A1-ig fogunk menni. És bezárjuk. Most csináljuk meg azt, hogy ezeket lemásoljuk, azt is megtehetjük volna, hogy ezzel a cellával kitöltjük, ugye? De hogyha már, ha már beírtuk, akkor csináljuk azt, hogy másol és beilleszt. Ilyenkor mindig rá kell menni egy üres cellára, és nyomni egy Egyenlőség gombot, és annak hatására fogja ugye beilleszteni. Itt lehet látni, hogy a ö, az összeg hogy közelít egyre jobban az elértékéhez. Rendben, az AC-val mindig ki lehet lépni abból az adott funkcióból. Itt meg is lehet nézni az értékeket, ugye ezek már egészen jól közelítik, és minél kevesebb tagot összegzünk, annál kevésbé pontos. Nézzük is meg, hogy mennyire pontos. Ugye itt ki kell vonnunk tehát egy különbséget kell képezni, ugye a C oszlopban van az, hogy az E-ből levonjuk azt, ami a B oszlopban van. Tehát ez legyen egyenlő azzal, hogy az E értékéből levonjuk azt, ami a B1-es cellában van, tehát alfa B1. Itt is megint elkövettem azt a hibát, hogy kitölthettem volna, akkor csináljuk meg úgy is most válasszuk azt, hogy kitöltünk képlettel, tehát egyest választjuk, és a képlet az pedig az lesz, ugye, hogy az E-értékéből le kell vonni azt, ami a B1-esben van, alfa B1. És mi az a tartomány, amire ezt akarjuk? Ugye a C1-től egészen, ugye a 7-es érték indexben az a 8 sorban van, tehát a C8-ig fogjuk kitölteni és ez már meg is van, nézzük meg, hogy tényleg addig mentünk-e. Így van. Itt lehet látni, hogy a különbség az kb. 3x10-5-en, hogyha 7-ig megyünk el, tehát hogyha 8 tagot összegzünk, ez már bőven jó, tehát a ennél a pontosságnál jóval nagyobb, hát egy nagyságrendel nagyobb pontosságot, illetve igen, egy nagyságrendel nagyobb pontosságot értünk el, és akkor most nincs is más dolgunk, mint százalékosan ezt a hibát ki kell fejezni, vagy ki kell számítani. Ugye ez itt a különbség van a C oszlopban, abból le kell vonnunk, nem is kell levonnunk belőle az elt, ugye, mert hiszen ez maga a különbség, tehát ez a hiba, és itt a hibát kell ö, százalékosan kifejezni, tehát akkor ez itt nincs. Így van, tehát a C-oszlopban van ugye a hiba, annak az abszolút, nem az abszolút, hanem a, a nem relatív értéke, mondjuk így, tehát az előjeles hibánk van benne, tehát az előjeles hibánk van a C-oszlopban, és a D-oszlopban pedig a relatív hibát fogjuk berakni, százalékban kifejezve. Tehát azt úgy lehet kiszámítani, hogy ez egyenlő azzal, ami a C1-ben van, tehát alfa C1, elosztva az E értékével, megkaptuk így a relatív hibát, és ezt ha beszorzom százzal, akkor megkapom százalékosan a hibát. Ugye itt az első esetben ez 63% és option, Másod és beillesztett kell választanunk, és az alatta lévő cellába be tudjuk illeszteni ezt a képletet. De lehet látni, hogy ha három tag, tehát hogyha négy tagot adunk össze, akkor 2% a hiba, körülbelül négy tized a hiba, hogyha öt tagot adunk össze, és körülbelül hat század százalék a hiba hat tagnál, tehát valóban szükség van itt egy hetedik tagra is, ez viszont már a megfelelő pontosság. És a biztos, ami biztos itt a legvégén, ez már tényleg egészen kicsi érték. Ez mekkora, is, ez ugye egyszer 10 a mínusz tehát ez egy nagyságrendel valóban nagyobb pontosság, mint amit szerettünk volna. Úgy körülbelül ez az a hiba, hogy a 8 szor 10 a mínusz harmadikon, így van, ez az az érték, ami nekünk megfelel. Ezt a képet is ellopom, és ezt ide be is illeszthetjük. Ugye ez a végeredményünk. Ezzel meg is tudjuk válaszolni azt, ami az eredeti kérdés volt, hogy hány tagot kell összeadnunk ahhoz, hogy ezt az 1 százalékos hibát hibánál jobb eredményt érjünk el. Ugye elegendő, hogyha 6 tagot adunk össze. Hát erre, hogy hány tagot kell összeadni, az a válasz, hogy 6 tag. Hát illetve 6 kell elmenni, tehát ugye az akkor meg még egy, tehát 7 tag. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és tartsatok velem a következő videóban is. Várom mindenkinek a hozzászólását hogyha küldök nekem bármilyen észrevételt, kommentet, javaslatot, kritikát, annak igazán örülök, és azokat figyelembe véve fogom tudni alakítani a csatornát, annak a tartalmát. Köszönöm szépen, sziasztok! A videó létrehozását a Kázió Népek Magyarországi Forgalmazója, a Fast Hungary Kft. támogatta.